Na, sziasztok srácok, lányok, én Lipi vagyok, ez itt újra a Freestyle Faci, és itt vagyok Londonban az Adidas-szal közösen, azért, hogy bemutassuk nektek az új EB labdát. Itt vannak a korábbiak, és itt jön most a személyes kedvencem, az EB-nek a labdája, a 2004-ből, ilyen nem volt is. Ilyen nem is volt, csak ezt ellopták, nem, ez Mexikóban van, ezt lopták el, és végezetül pedig ez, otthon van a polcon. Meg volt a bemutató, itt vannak a Chelsea FC-nek a szupersztárjai, és őszintén megvallom, ez a pálya nagyon király, mondjuk a megye egybe, azért el tudnám képzelni otthonra is. A labda amúgy őszintén első érzése nagyon király, a színei nagyon tetszenek, világít a sötétben, főleg egy UV színben, úgyhogy szerintem ez egy igazán jó labda, picit amúgy tesztáros, de mégis egy első érzése jobban tapad, nekem egy picit amúgy könnyebbnek tűnt elsőre, de meglátjuk majd, ugrunk a következőre, nem akármi fog most jönni, már itt van amúgy elrakva egy labda a táskámban, nem figyeltek oda. Na hát akkor újra itt vagyok Budapesten, mögöttem az új Puskás Aréna, és mi is ott leszünk pénteken, és ezekkel a labdákkal ráadásul, plusz a magyar válogatott is ezzel a labdával fogja felavatni Uruguay válogatottja ellen az új stadion. És hát akkor mit kell tudni a labdáról? Uniforia ez a neve, amúgy ha kijutnak a magyarok, akkor lehetne Uniforia, na mindegy is. Unity és Euphoria ez a szóból, szó összetételből áll. Unity, mint egyesítés, egységesség, ugye jövőre Magyarország is 12 országgal közösen fogja az Európa-bajnokságot létrehozni, és emiatt van ez a név, illetve a másik az Euphoria, a focit övező hangulatról árulkodik, mint euforikus hangulat, mondjuk ez már volt amúgy, tehát a frakasznál, ugye közönség, hangosság, na mindegy, hagyjuk ezt a témát. Mi az, amit tudni kell a labdáról, mi változott benne? Ugye mindig elmondom, hogy az Adidas 4 évente újítja meg a labdákat, ugye mindig a VB-re jön egy nagyon új labda, és utána az EB-re ezt fejlesztik tovább, ebben az esetben is ez történt. Amúgy egy kivétel van, a 2012-es EB, akkor a Jabulánit nagyon meg kellett újítani ahhoz, hogy egy használható foci labdát kapjanak a játékosok, mert ugye az nagyon furán száldogált folyamatosan. Vissza ehhez a labdához, tehát nem változott anyaghasználatba, technológiába, kinézetbe, panelozásba, azaz kinézetbe, de a design változott, nem is kicsit. Ez a labda személy szerint az eddigi legszebb labda, és rajta van Budapest neve a focilabdán. Mi kell ennél több? Már csak egyszer az kellene, hogy ebbe az arénában legyen egy bajnokok ligája döntő, és az Adidas csináljon bajnokok ligája döntős magyarországos vagy budapestes labdát. Mindegy, egyszer remélem ez meg fog valósulni. Vissza a Lastihoz. A művészet volt az egyik fő irányelve, amikor megtervezték a dizájnerek, tehát ilyen festék nyomok vannak rajta, illetve a különböző színű a labda, ami a rendező országokra utal, hogy egységben rakták ezt az egész labdát. Mitől lett ez a labda extra, mint az előző, most a kinézettől elhanyagolva, fényes lett a labda. Kapott egy fényes felületet, amikor ott voltak a dizájnerek, elmondták, hogy nagyon fontos szempontból, fura is ezt mérnökként hallani azt, hogy a labda minden körülmények között ugyanolyan fényes legyen. Tehát essen az eső, fújjon a szél, meleg legyen, hideg legyen, napsütés vagy tél. Hú, ez amúgy jó vers is lett volna, de mindegy, ugyanolyan fényes legyen a labda, ez sikerült, és mit várunk egy fényes labdától? Azt, hogy csúszni fog. Csúszik ez a labda? Tehát nem vagyok egy nagy vízilabdás, a Telstar ilyenkor már kiesett a kezem közül, viszont ezzel bármit lehet csinálni, nagyon jól tapad. Úgyhogy ez egy plusz, viszont nem tudom, hogy hogy viselkedik még esőbe, úgyhogy ez majd még tesztek kérdése lesz, meg hogy ugyan száll szabadrugásoknál. De köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben, és ne felejtsetek el feliratkozni, én Lippi voltam, ez a Freestyle Foci, sziasztok!